Az életfeladatokat nem kitalálni kell, hanem megtalálni. Ezzel a gondolattal kezdte ünnepi beszédét Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője Dombóváron, a civil gálán. A városban szép hagyománnyá vált, hogy a civilek napjához kapcsolódva köszönthetik azokat az önkénteseket, akik példaként állnak valamennyiünk előtt, mondta az államtitkár. Dombóvár életében mindig is fontos szerepet vállaltak a helyi civil szervezetek, sportszervezetek, és az önkormányzattal karöltve számos programot, színvonalas rendezvényt valósítanak meg az év során. A civil egyesületek felelősségvállalása, önkéntes munkája, jelenléte az élet számos területén jelent segítséget a sportban elért szép eredmények, az országhatárokon átívelő hagyományőrző tevékenységek, a kultúra ápolása, valamint az idősek gondozása. A civil tanács a gálára meghívta a városban működő egyesületek, szervezetek tagjait, képviselőit, ahol a helyi fellépők műsora színesítette az estét. Az ünnepség alkalmával bővült a dombovári civil díjasok száma is. Az idei évben visszatérünk a régi hagyományokhoz, hogy a civil gálán kerülnek átadásra a civil díjak. Ebben az esztendőben 2 civil kapott személyes díjat, valamint 1 civil szervezet kapta a civil egyesületeknek járó díjat. Dombováron, ahol a civilek mindig is fontos szerepet vállaltak a város életében, méltóképp tisztelegtek a szervezetek felelősségvállalása társadalmi munkája előtt.